együtt fogunk működni Orbán Viktorral és a kormánnyal minden olyan humanitárius cselekedetben, amelyet majd magunk is támogatunk, és ha a kormány nem tudja megszervezni, mi magunk is megszervezünk. Ilyen a menekültek fogadása, befogadása és támogatása, ilyen az adományok eljuttatása a menekültekhez. Köszönjük Magyarország! Ahogy Ferenc pápa mondta, a háború a politika és az emberség bukása. De emlékezzünk arról, hogy az emberség nem bukhat meg. Nem bukott meg és nem is bukhat meg. Hogy most büszkék lehetünk mindazokra a magyarokra. Pártállástól függetlenül, mert amikor emberségről beszélünk, akkor nincsen. Orosz nincs, ukrán nincs, magyar nincs, fideszes és nincs ellenzéki. Mindannyian emberek vagyunk. Az emberség megjelenik abban, amikor magyarok a nyugatiban fogadják a menekülteket. Amikor adományokat adnak át nekik. Azok a hős magyarok, akik befogadnak menekülteket a házukba, akik kimennek a határa és ott fogadnak családokat és felajánlják nekik az otthonukat. Akár egy-egy olyan házat, akár egy-egy szobát, amit tudnak nélkülözni, amit át tudnak engedni a menekülteknek. Azok az emberek, akik ma ide egy élelmiszercsomaggal jöttek. Azok az emberek, akik több mint 5 millió forintot, hamarosan 10 millió forintot utaltak át a mi gyűjtésünk nyomán az ukrajnai menekülteknek. Ők mind azt az emberséget képviselik, amire mi magyarok is olyan büszkék lehetünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Magyarország, köszönöm szépen, hogy megmutatták, hogy a magyarok milyen jó emberek tudnak lenni, hogy a menekültek számíthatnak a magyarok emberségére. Akkor is, hogyha a kormány segít, és akkor is, amikor a kormány nem segít. A magyarok jelesre vizsgáztak emberségből. Kérem, hogy folytassák ezt a tevékenységet. Mutassuk meg a világnak, hogy elsősorban emberek vagyunk.